Sziasztok! Mivel jó pár alapélelmiszer elfogyott itthonról, ezért el kell mennünk egy kisebb fajta nagy bevásárlásra, és arra gondoltam, hogy ezt most fel is veszem nektek, és utána itthon megmutatom, hogy mit vásároltunk. Igyekszem majd árakat is, remélem, hogy gondolok rá, hogy a blokkot eltegyem, és akkor így összetudjátok esetleg hasonlítani az árakat az otthoniakkal. Tudom, hogy ez sokakat szokott érdekelni, szóval gyertek velünk a Kauflandba! Hazaértünk, és mielőtt megmutatom, hogy mit vásároltunk, szerintem egyrészt ugye fontos elmondanom, hogy ha hallotok a háttérben hangokat, akkor itthon van Martin, éppen elkezdett ebédelni, itt vannak a macskák körülöttem, szóval zajlik az élet nálunk. És talán amit még megemlítenék az az, hogy mi úgy szoktunk vásárolni, hogy szinte mindig van itthon készletünk. Ez szerintem nagyon-nagyon praktikus, mert hogyha az embernek nincsen kedve elmenni vásárolni, akkor csak szétnéz, hogy mi van itthon, és abból is össze lehet ütni valami finomat. Úgyhogy nekünk tényleg mindig szokott itthon lenni ilyen alapélelmiszer. Most egy-két dolog elfogyott, ugye ezeket pótoltam. Valamint, hogyha valami akciós, akkor abból többet is szoktunk venni. Nem tudom, hogyha például a Barilla tészta akciós 88 vagy át, mostanában már inkább 99 centért, akkor abból inkább veszünk egyszerre 5-6 dobozzal, mert szerencsére tudjuk itthon tárolni. Ezek olyan dolgok, amik hosszú ideig elállnak, és inkább megveszem akciós áron, mint hogy utána nem is tudom, másfélszer annyit adjak ki értem.
Szóval mi ezek mentén szoktunk mindig bevásárolni, illetve vannak bizonyos termékek, amiket bizonyos üzletekben szoktunk megvenni. Ilyen például mostanában rákaptunk arra, hogy a DM-ben, a DM Bio élelmiszerekből is vásárolunk. Ott vesszük a paradicsompürét, a sűrített paradicsomot, egy-két konzervet, hüvelyeseket. Most egy-két dolgot pótolnom kellett itt a Kauflandból, viszont nem vettem például paradicsom sűrítmény, pedig tudom, hogy pont annyi van itthon, amennyit holnap el fogok használni az ebédünkhöz, viszont valamikor úgy is elmegyünk majd a DM-be, és ezeket akkor ott veszem meg nagyobb tételben, mert ezeket is ugye tudjuk tárolni, és hogyha egyszerre megveszek 5-6 darab ilyen passzátás üveget, akkor tudom, hogy van itthon megint készleten. Oké, kezdjük a hűtős dolgokkal, mert hogy akkor ezeket utána el is tudom pakolni gyorsan. Vettünk egy pár felvágottat, ezeket végig zongorázom gyorsan. Ez akciós volt, ez szintén. Ez Martinnak régi nagy kedvence, úgyhogy vettünk egy csomaggal belőle, vettünk egy csomag békönt is. Ezt majd szerintem blettertájgal, tudjátok, leveles tésztával fogom betekerni és úgy megsütni. Aztán vettünk egy ilyen szeletelt sajtot, ezt nem tudom miért ide a hűtősökhöz került, de vettünk panír morzsát. Vettem magamnak egy narancslevet, ezt szinte csak én szoktam inni, de nekem néha nagyon-nagyon jól esik így reggelente egy fél pohár belőle. Fagyasztott termékből ez az egy van itt, ez is akciós volt, ezt bele szoktam tenni a túrómba, hogyha éppen nincs itthon friss eper vagy ilyen bogyós gyümölcs, illetve van egyfajta olyan alkoholos ital, amit néha szoktam inni itthon, és abba is szoktam ilyet tenni. Vettünk Martinnak egy joghurtot, ő ugye ezt viszi mostanában munkába, chia maggal, meg műzlivel vegyítve. Neki a kedvenc desszertje, ez a frupp citromos, és ez is akciós volt, úgyhogy vettünk belőle kettőt is neki. Magamnak egy ilyen túrót vásároltam, ezt szeretem, ezt lehet kapni amúgy a Lidlben is, illetve itt a Kauflandban is, és nagyon hasonlít a mi magyar rögös túrónkhoz. 1% zsír van benne, úgyhogy tök jók így az értékei is, legalábbis amennyire én értek hozzá, és van, amikor ezt szoktam megenni, cukormentes lekvárt keverek hozzá, vagy valamilyen édesítőszer, friss gyümölcsöket, nagyon-nagyon szeretem, szerintem tök jó proteinforrás. Illetve vettünk vajkrémet, ez az Almette márka elvileg az egyik legjobb, amit így lehet venni ilyen friss kézzel termékek közül, úgyhogy vettünk, ez egy ilyen zöldfűszeres volt, amit az előbb mutattam, egy rózsaborsosat és egy ilyen hagymásat is. Vettem 2 darab leveles tésztát is, ezt szeretem, hogyha van itthon, mert tényleg sok oldalon fel lehet használni, akár egy desszertet is lehet belőle készíteni, akár hogyha egy levest főzök, egy krémlevest, akkor ebből szoktam esetleg sajtos csigát, vagy ilyen békönös tekercset csinálni mellé, úgyhogy ez mindig jó. És vásároltam 2 csomag ilyen Auflauf, tudjátok, ilyen rakottas ételekre való sajtot, ez ugye reszelt sajt, és holnap pont egy ilyen rakott tésztaédelt szeretnék készíteni, úgyhogy szerintem ahhoz el is fogom majd használni. Ennyi volt a hűtős, ezeket gyorsan elpakolom, és akkor utána mehetünk is tovább. Jöhetnek a zöldségek és a gyümölcsök, ez is olyasmi, hogy nálunk szinte mindig van itthon hagyma, fokhagyma, burgonya, koktélparadicsom, paprika, levezzöldség, répa, szóval tényleg olyasmi, amiből aztán tud bármit is készíteni az ember, illetve mostanában az utóbbi, nem tudom, 3 hétben nélkülözhetetlen számomra valamilyen bogyós gyümölcs, úgyhogy vettünk áfonyát, akciós volt, az eper is szintén nagyon jó áron volt, úgyhogy vettem még egy csomaggal, van még itthon. Viszont ezt nem csak így a reggelimbe szoktam beletenni, ugye az esetek 90%-ában egy bizonyos joghurtot vagy túrót szoktam enni, és abba teszek friss gyümölcsöket, hanem tudjátok így snackként is néha nagyon-nagyon megkívánom a gyümölcsöket és a zöldségeket. Ehhez tökéletesen passzol, hogy szoktam venni magamnak ilyen snack uborkát is, szoktam venni snackelni valók is, koktélparadicsomot, snackelni való paprikát is néha, ilyen kis snack, hogy hívják azt, répát is. Viszont most olyat például nem vettem, mert hogy egy csomaggal 99 cent és 200 g van ebből a snack répából benne, viszont akciós volt a sima répa, ami 1 kilós, és úgy volt 99 cent, úgyhogy egyszerűen fel fogom majd azt vágni magamnak, és azt is lehet úgy snackelni. Habár meg kell jegyeznem, hogy az ilyen snack zöldségeknek
valamiért másabb az íze, valamiért finomabbak, mint a sima uborka például, ezért az uborkából ezt meg szoktam venni, még akkor is, hogyha most az akciós uborkát is vettem. Ez is szokott lenni itthon, hogy nem tudom, nálunk hetente minimum egyszer szokott lenni saláta vacsorára, illetve így köretként is elég gyakran, úgyhogy ez nálunk ilyen fogyóeszköz. Koktélparadicsomot is vettem, ugyan van még itthon, de ahogy mondtam, ez tényleg fogyóeszköz. Vettem magamnak 3 darab kivit, aztán, ahogy ugye említettem, vettem egy teljesen normális kígyóborkát is, egy csomag újhagymát, ezt is szinte mindig salátákhoz szoktam elhasználni. Elfogyott a fokhagyma, úgyhogy ebből is kellett utánpótlás. Vettem paprikát is. Én nem szeretem a kaliforniai paprikát, úgyhogy ha mód és lehetőség van rá, akkor mindig ezt a hegyes paprikát szoktuk megvenni. Aztán itt van ugye 1 kiló répa. A petrezselyem gyökér olyasmi, amit itt Németországban nem mindig lehet kapni. Ősztől így tavasz elejéig bizonyos üzletekben elő szokott fordulni, és most megláttam a Kauflandban is, és úgy voltam vele, hogy tudom, hogy most már így nem sokáig lesz elérhető. Nyáron én szinte nem szoktam látni sosem, lehet, hogy tévedek, nyugodtan írjátok meg, hogyha nektek más a tapasztalatotok, viszont én tényleg csak ősszel és télen szoktam néha felfedezni az Edekában például, ugye a Kauflandban, és talán a Lidlben is láttam már, de abban nem vagyok biztos. Úgyhogy ezzel most az a tervem, hogy szerintem biztos vagyok belőle a hűtőben is, mert hogy szerencsére ez is sokáig eláll, és majd elhasználom valamilyen leveshez, az is ugye elég gyakran előfordul így nálunk a menüben. De az a tervem vele, legalábbis a felével, hogy szépen felaprítom és lefagyasztom, hogy legyen itthon. Vettünk egy ilyen nagy zacskó 2,5 kilós burgonyát, ezt is azért, mert már elfagyott, ami itthon volt. És szintén már csak egy pár darab vörös hagyma van itthon, úgyhogy ebből is kellett utánpótlás. Utolsó kör, jöjjenek a tartós élelmiszerek és így az egyéb kategóriába tartozó dolgok, mint például konyhai törlőruha. Ebből is azt hiszem az utolsó tekercset kezdtem el tegnap takarításhoz, illetve WC-papír. És nézzük. Egyetlen egy édességet vettem magamnak, méghozzá ezt a kekszet. Van, amikor szeretem az ilyesmit. Aztán a porcukrunk fogyóban van, úgyhogy vettem belőle egy ilyet. Én ezt a fajta kiszerelést nagyon praktikusnak tartom, úgyhogy még akkor is, hogyha drágább, mint a sima porcukor, ami papírzacskóban van, ezt szoktam inkább újra vásárolni. Vettünk lisztet, mert az állt fent tegnap, képzeljétek el, nem sokszor szokott ilyen lenni, de nem volt elég a liszt ahhoz, amit éppen főztem tegnap. Ilyen sajtgolyót csináltam, és abba kellett valamennyi liszt is, úgyhogy Martinak a mamájától kellett lisztet kérnünk, még jó, hogy praktikus. Ilyen esetben az, hogyha a családtagok élnek ugyanabban a tömbben, mint amiben ugye ti is, és egyet neki fogunk ebből visszaadni, a másikat pedig ugye magunknak vettük, hogy legyen itthon. Aztán van itt sűrített paradicsom, vörös lencse, a hüvelyesek is többnyire felszoktak lenni töltve nálunk, mert attól függetlenül, hogy ugye most már Martin és én is visszatértünk a húsevéshez, ugyanúgy törekszünk arra, hogy rendszeresen legyen vegetáriánus étel is az asztalon, hogy ne minden nap fogyasszunk hústermékeket. Aztán ez olyasmi, ami nagyon egészségtelen, viszont nekem sokszor mencsvár az energiaital sajnos, úgyhogy ne kövessétek a példámat, és most van ez a tavaszi kiadás, ami szerintem egyrészt nagyon finom, másrészt ugye zero, a Red Bullnak elég kevés fajtája olyan, ami cukormentes, úgyhogy ebből vettem összesen 6-ot, ez is most 88 cent volt, ennyiért ugye eláll. Aztán vettünk magyar ízesítésű uborkát, gondolkoztam amúgy rajta az üzletben, mert hogy ma megyünk még a magyar boltba is Noise-ban. Szerintem azt is megmutatom majd ebben a videóban nektek, hogy ott miket vásároltunk, viszont ez is akciós volt, és tök finomnak nézett ki, úgyhogy egy üveggel vettünk. A fűszerek közül az egyetlen a tümián, azt hiszem, hogy ez a kakukkfű magyarul, ami fogyóban van, úgyhogy ezt kellett pótolnunk, illetve a só. Ez is fontos volt, hogy legyen itthon, aztán vettünk egy ketchupot. Én nagyon-nagyon szeretem a Heinznak a ketchupját, én nem szoktam ilyen szószokat enni, az egyetlen, amit néha eszek, ez a Heinz ketchup, illetve van egy ilyen sötét, barna szósz, amit még Angliából hoztam, a legjobb barátnőm hívta fel rá a figyelmemet, hogy nekem az biztos ízleni fog, na az tényleg nagyon finom,
és van még egy szósz, amit meg az Actionbe vettem, és ennyi, én nem eszek ilyen majonézt, meg hát a mustár, de az mondjuk nem szósz, a mustár az számomra olyan, mint egy fűszer. Na mindegy, de hogy ketchupból a Heinz ketchupot szeretem csak, és abból ezt az 50%-os csökkentett cukortartalmút szoktuk venni. Vettünk konzervkukoricát ebből kettő dobozzal, elfogyott a rizs itthon, úgyhogy vásároltunk ezt is. Én rizsből csak a basmati rizst szoktam vásárolni és fogyasztani, se a jázmír rizst, se ezt a lánkorn rizst, nem is tudom, ilyen hosszú szemű rizst, én nem szeretem, csak a basmati. Aztán diót is vettünk, mert hogy ez is szokott itthon lenni, ilyen különböző magvak is vannak, ilyen üvegtárolókban nálunk. Ezt is szoktuk használni, nem tudom, hogyha banánkenyeret sütök, vagy hogyha aranygaluskát készítek, akkor ugye ahhoz egy ilyen zacskóval el is használok, de joghurtba is lehet egy pár szemet tenni belőle reggelihez, stb. Stb. Vettem sima lencsét is, mert hogy ebből is már kevés van. És az utolsó két dolog, vettünk kettő darab ilyen barna cukrot. És ennyi, ahogy mondtam, a magyar boltból még bemutattam szerintem majd valamikor este, amikor hazaérünk, hogy ott mit vásároltunk, most pedig elpakolok. Illetve még a blokkot azt be fogom nektek tenni most ide. Mire hazajöttünk a magyar boltból, teljesen besötétedett, úgyhogy a fények azok borzalmasak, de azért megmutatom, hogy mit vásároltunk. Vettünk egy ilyen oldalas fűszerkeveréket, aztán a kassa mellett van egy kis kosár, amiben közeli lejáratú termékek vannak, és egy ilyen újházi tyúkhúslevest vásároltam. Nem tudom én sem, hogy miért, de valamikor biztos, hogy jó lesz. Amúgy én szeretem a leveseket nagyon, és néha szoktam zacskós levest is enni. Aztán vettünk kettő darab csemege piros aranyat, ezt én ugye szoktam ezzel használni főzéshez, és elfogyóban van, illetve vettünk egy pizzakrémet is. Mikor anya itt volt, akkor ugye csinált nekünk pizzát, és hozott otthonról ilyen pizzakrémet, pont azért, mert hogy én nem igazán szeretem a pizzát, viszont az anyaféle pizzát ezzel a fajta pizzakrémmel igen, úgyhogy ezért vettünk most egy ilyet. Vettünk egy csomag mákot, egy kis csomag vegetált, és képzeljétek el, hogy most pálinka kóstolás volt a Noisy magyar boltban, és alapból ugye mondtam már nektek nem is tudom hányszor, hogy nem szoktam túlságosan gyakran alkoholt fogyasztani, viszont megkóstoltam azt hiszem összesen három fajta pálinkát, a barackosat, ami tök finom volt, kóstoltam levendulását, ami sajnos nagyon nem ízlett, és kóstoltam egy ilyen meggyes mákosat is, ez amúgy a pannonhalmi pálinkárium pálinkája, jobban mondva likőre, és ez annyira ízlett, annyira finom, tényleg likőrszerű, édes, nagyon jól átjön benne ez a meggyes mákos ízvonal is, hogy vettem egy üveggel belőle. Nem tudom, hogy elviszem Barcelonába, amikor ugye a barátnőimmel eltöltjük ott a hétvégét, és ott fogjuk benyalogatni, de lehet, hogy szerintem lesz ott elég, amit ott fogyaszthatunk, és spanyol, és
Na igen, majd meglátjuk, de hogy itthon is el fog fogyni szerintem. Aztán jöjjenek a hűtős dolgok. Vettem egy Turo Rudit magamnak, illetve egyet öcsémnek. Ezt a fajta kakaós csigát mutattam már nektek egy párszor. Én nagyon-nagyon szeretem, hogyha egy tartalmasabb levest készítek, akkor ez tökéletes második fogás szokott lenni, közben Radag azt mindjárt felborítja a kamerát. És a múltkor nem volt, a múltkor ehelyett ilyen barackos párnácskát vettem, szintén ugyanettől a márkától. Na az nekem nagyon-nagyon bejött, de én mondjuk nagyon szeretem a barackos fornettit is. De ugye másnak nem nagyon ízlett se, Martinnak se, öcsémnek, viszont ők nagyon-nagyon szeretik ezt, úgyhogy ebből most kettő csomaggal is vettünk. Aztán a szokásos egy magyar tejföl, a nagyvödrös, és sima ilyen klasszikus füstli virsli. Valamint vettünk is lehet, ezt most nem fogom kibontani, hogy megmutassam nektek, de ez itt lekvárral töltött isler. Ezeket vettük, a blokkot azt szerintem elfelejtettem elrakni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg, hogy érdekel-e titeket a jövőben is hasonló jellegű tartalom, mert mint ilyen food haul, meg hogy esetleg üzletekben próbálok így felvételeket készíteni. Most is ugye a Kauflandban vettem fel ezt-azt. Nem túl sok mindent, mert elég hamar elfogyott a türelmem. Ugye szombat volt, és ilyenkor nagyon-nagyon sokan szoktak menni bevásárolni, és inkább túl akartam esni az egészen. De hogyha van rá igény, akkor igyekszem egy kicsit megemberelni magam. Hogyha halljátok ezt a hangot a háttérben, akkor az nem más, mint Radagaszt, aki éppen a kakaós csigának a csomagolását nyalogatja, úgyhogy el kell pakolnom. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!